Újabb mintegy 80 facsemetével bővült a Györköcz-liget. Győr önkormányzata 2020 óta lehetőséget nyújt arra, hogy a megszületett gyermekek után egy fát igényeljenek a szülők, amit vagy a saját lakóhelyükön ültetnek el, vagy a Győrszól telepíti a növényeket. A győri önkormányzat vezetői kedden 78 fát ültettek el a marcalvárosi Györköcz-ligetben. Jelenleg 185 fa található ebben a ligetben, ami most már kezd egy kis mini erdővé alakulni, és 79, majdnem 80 fát ültettünk el idén. Ez öröm, hogy Győrben sok gyermek születik, és mindamellett pedig egy olyan összetartó erő a városnak, ahol azok a gyermek, akik itt megszületnek, és van egy fájuk Győr városában, ahogy a fa, ez megerősödik a gyökere, ez egy gyökérként ide kapcsolja őt mindenképpen lelkileg Győr városához, hogyha elkerül innen, akkor is örömmel jön vissza, mindig kijöhet a fájához, megnézheti, kötődik Győr városához, és egy ilyen családias érzés is ad a játékosságot Győrnek. Én meghirdettem annak idején a Szívgyünk Győr programot 3 évvel ezelőtt, aminek az egyik nagyon jelentős része volt a Szívgyünk Győr környezetvédelme, és hát én azt mondom, hogy nem csak beszélni kell, nem csinálni, és hát ez a mai napon éppen ezt tesszük. A 40 oszlopos növény az újszülött fiúkat, a 38 gömbfa pedig a lányokat szimbolizálja. A fákat idén a Busch Hungária ajánlotta fel, a fémhulladék újrahasznosításával foglalkozó vállalat már 15 éve fejleszti Győrben az ország legnagyobb vasöntödéjét. A jubileum kapcsán tartották fontosnak, hogy a jó ügy mellé álljanak. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kezdeményezés a Győr városa részéről, amit mi az idei évünkben, amikor fennállásunknak az új név alatt a 15. éves évfordulóját ünnepeljük, hogy ezt nekünk támogatnunk kellene, fel kellene valamilyen szinten karolni. Tehát itt a felelősségvállalás tudatról van szó. Győrben az elmúlt időszakban kiemelt hangsúlyt kap a zöldítés és a fásítás. A Győrszól szakemberei az idei szezonban 300 facsemetét és több mint 1100 cserjét ültetnek el, így 2010 óta már több mint 7900 csemetével gazdagodott a város. Ez egy nagyon fontos dolognak ítéljük meg, hiszen egy városnak a levegőjét, a tüdejét adja a növényzet, a fák, és hát tudatosan a meglévő fáknak a gondozása, illetve hát, hogyha valami betegség miatt, vagy egyéb okból ki kell vágni, akkor nagyon fontosnak tartjuk ezeknek a pótlását is. És hát keressük azokat a helyszíneket, ahol ezek erre alkalmasak. Ez a terület is lassan már kezd betelni, tehát világos módon keressük a további területeket, a kollégák, ahol ezeket még el lehet helyezni. Az idei szezonban is az összes városrészben telepítenek fákat a szakemberek.